zajlik a munka a Dunajvárosi Vasműben, ahol újraindult az egyik kohó. A Liberty Steel brit acélipari óriás egy bérgyártásra vonatkozó együttműködés keretében igyekszik biztosítani a vasmű stabil működését és a munkavállalók foglalkoztatásának biztonságát. A Dunajvárosi Vasmű bejárásán Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár beszélt a kialakult helyzetről. Most aláírásra került egy megállapodás a felszámoló és a Liberty között. Ebben egy bérgyártás vállalnak, igazából ezt mutatták most meg nekünk. Tehát egyrészt a nagyolvasztó újraindult, ami egy nagyon fontos esemény ilyen szempontból a Dunafer életében. Másrészt itt a hideghengerműben is már elkezdődött a munka. A bérgyártás hozományaként likviditáshoz jut a felszámoló cég, illetve az állam is meghosszabbította a bérgarancia alapot 6 hónapra, ezzel biztosítva a forrást a cég további működéséhez. A Liberty Steel előzetesen a Dunajvárosi Vasmű felvásárlása iránt is érdeklődött. Itt egy felszámolás zajlik, de hát, hogy itt vásárlásról még nem tudunk nyilatkozni, lépésről lépésre haladunk. Ennek egyik nagyon fontos lépése az, hogy most indul gyártás és folyik a munka. Azt látni kell, hogy itt még egy hosszú folyamat van, és ennek a hosszú folyamatnak a végén, ami magyar kormány, az ipar számára fontos, hogy egy zöld acélgyártásra való átállás megtörténjen. Európában mindenhol ez történik, a zöld acél a jövő. A vasmű hosszú távon fenntartható jövőjének biztosításához tehát további intézkedésekre lesz szükség.